Hogyha a legmegbízhatóbb oldalról szeretnél FIFA zsetont vásárolni, akkor látogass meg a fifacoin.com-ot, és használd az oldalon a Bazsi kuponkódot hatalmas kedvezményekért, illetve figyeld a Team of the Season akciókat, ugyanis elég jók lesznek. Na szavaztok srácok, itt is lennénk a legújabb Road to Glory epizódunkkal, és hát sok minden történt, amióta felkerült az előző rész, mert hogy ugye kint van a Premier League TOC, már egyébként péntek van, úgyhogy már jön este a Bundesliga Team of the Season, viszont sikerült egy csomó Team of the Season nyitni a Premier League-ből, úgyhogy először nézzük meg azt, mutatom is a csapatot, azt mondja, hogy jött egy Saliba, jött egy Casemiro, egy Kane, egy Saka, illetve egy Trippier, és Palinha meg Mitoma pedig az Objective-ből. Kane és Saka egy csomagba voltak, a többiek pedig egyesével jöttek gyönyörű szépen. Harry Kane egy brutális vadállat, 9 mérkőzésen 21 gól és 8 gól passza mérlege, ez csak Rivals-be volt, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy itt a Weekend League-ben mit fog majd alakítani. És hát a többiek se rosszak egyáltalán azért, eléggé megerősödött ezáltal a csapat, viszonylag jó kis peklakon volt, én úgy gondolom, nyilván nem a lehető legjobb kártyák, de attól függetlenül egy jó kis csapatot lehetett belőlük összerakni. Én örülök neki nagyon. Úgyhogy ezzel fogjuk nyomni a Weekend League-et, viszont még mielőtt elkezdünk kvalifikálni, átvesszük a Div Rivals rewardjainkat, negyed osztály. Azt mondja, hogy szerintem legyen ez a szokásos untradeable, és legyen egy pár csomagunk. Ezek egész jó csomagok is amúgy, úgyhogy még akár eshet is belőle valami. És hogyha minden igaz egyébként, akkor a mai napon el tudjuk érni a 20-as szintet, amiben pedig van egy ilyen Team of the Season pickes dolog. Egész jókat nyitottak belőle emberkék, úgyhogy szerintem ezt fogom választani. Viszont addig még le kell játszani egy jó pár mérkőzést, úgyhogy nézzük is a store-t, és nyissuk is ki ezt a pár csomagot. Kezdjük a Prime Gold Player spekkekkel. Azt mondja, hogy... hát ez semmi. Legalább valami jó kis fodder jöhetne amúgy a négy csomagból, hogyha kéket esetleg nem is nyitunk. De meglátjuk, még vissza van a fele. Nézzük. Megint csak nem bordos, jó. Ez így annyira nem tetszik. Na mindegy, igazából minden játékos jó, mert hogy egy csomót elhasználtam itt az upgrade-es BC-kbe. Na egy bordos kártya. Oké, Tielemans 84-es. És akkor az utolsó reményünk szintén egy rare megapackben van. Éjci valami jót. Nem lesz semmi jó. Sajnos. Sommer. Mondjuk annyira nem vészes, de a jótól is eléggé messze van. Na mindegy, úgyhogy hát ez most annyira nem sikerült. Nem kell bánkódni, ugyanis jön a Foot Champs és kvalifikálunk. Pénteken szerintem ez már viszonylag egyszerűen kéne menjen. Szokásos 4 győzelemig megyünk, aztán majd meglátjuk, hogy az igazi Foot Champs-ben mi a helyzet, milyen rewardokat lehet kapni, és majd kiderül, hogy hány meccset nyomok le. Úgyhogy igazából szerintem kezdjünk is bele, keressünk egy jó kis ellenfelet ezzel a kis csapattal, remélem, hogy könnyű lesz. Na, meg is van az ellenfelünk, Man United. Kíváncsian várom. Alisson, aha, jó, hát combos kis csapat. De lehetne amúgy jobb is, úgyhogy talán verhető. Mitoma, vissza Kane-nek. Harry, még egyszer. Saka. Be középre, Harry Kane 1-0, gyönyörű. Kis tepin. Nem volt egy nehéz gól, de Kane belül mindent kb, úgyhogy tök jó. Saka. Lövőcsel. Patrick Vieira 2-0. Jó, megmondom őszintén, nem így akartam, de így sikerült, és gól lett belőle, úgyhogy végül is jól sikerült. Kilépsz, passzi? Nem? Pedig jó lenne. Jó védekezik a srác egyébként, hogy rohadjon meg. A patchbe most így visszavették a hatékonyságát az indításoknak, vagy mi történt amúgy? Na mindegy, hát igazából esélye nincs a faszinak. Észrevette ő is, megvan az első győzelmünk. Csodás. Na meg is van a következő ellenfelünk, nézzük.
hogy mi lesz a csapat. Gondoltam, hogy Alisson. Ez szép. Ez jobb, mint a miénk. Kérdés, hogy tud-e játszani a srác. Kén? Jaj, de... Jaj! Ez nagyon veszélyes volt. Nem tudom, hogy ment át ott Harry Kane, de szép. Az gyönyörű szerelés. Nincs is lesen Harry. Lövés? Nyilván benn van Harry Kane. Gyönyörű. 1-0. Kén. Na még egyet. Ott is van 2-0 a Harry Kane. Annyira jó ez a kártya, hogy már-már unalmasak a befejezései kb. De zseni. Vieira. Harry Kane. Ott a harmadik, szávasz. Na ezért van neki ennyi gólja. Ilyen kevés mérkőzése. Park. 4. Mikor lesz vége a meccsnek? Csak kérdezném, mert már kezdem unni. Jaj, Kane. Ott az ötödik. Szávasz. Na most megunta? Erről van szó. Gyorsan haladunk. Gyönyörű. Na nézzük a következő ellenfelünket. Valószínű lesz egy Team of the Season Salah csapatában. Na, meg egy Team of the Season mindenki, de Salah pont nincsen. Na mindegy. Jó, hát ez nagyon nehéz lesz, azt hiszem. Park Ji-sung, 1-0. Gyönyörű. Jó, hát ez nagyon nehéz lesz, azt hiszem. Az jó. Saka 2. Gyönyörű. Erről van szó. Bukayo Saka, 10. perc. Bomba. Trippier. Ujj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 
Bomba. Na meg is van a következő ellenfelünk, hogyha ezt a meccset megnyerjük, akkor már garantáltan ott vagyunk. Igen, jó kis csapat egyébként, de verhető kéne legyen szerintem. Már meglátjuk. Jó, az ázsiaiak összejátszottak és összehoztunk egy büntetőt, Park Ji-sungot rúgták föl. Lap nincs, nem baj, de van, csak sárga. Harry Kane-nek ez egy jó lehetőség arra, hogy ismét gólt szerezzen. Gyönyörű. 1-0, az öreg Harry. Sokat fogjátok ezt még látni szerintem. Hát nagy eséllyel ő fog maradni végig a csatársorba, ha csak a végén nem lehet nyitni még nála is sokkal, de sokkal jobb kártyákat. Bár azt azért kétlem. Ó, nem oda akartam! Az baj, az baj. Jó, majdnem öngól lettem úgy Szalibától, de szép. Az is szép, nagyon nagy védés. Most már mondjuk jó lenne innen kijönni. Szép labdaszerzés. Park. És Bukayo Saka 2-0. Erről van szó. Jó. Trippier. Kane. Ah, nem fért el a kapus mellett. Park. Az szép. Szöglet. Szabad? Szabad. Jó. Hát ha szabad, akkor ezt megoldjuk okosba. Mitoma? Erről van szó, 3-0, gyönyörű. Jó kis tax. Jaj, de nagy játék. Az is jó. Park Ji-sung 4. Vége lesz ennek is az első fél idő előtt, vagy ezt azért végig játsszuk. Ezt azért végig fogjuk játszani valószínű. Palinját kiállítják. Na most lesz vége. Erről van szó. Jó, hivatalosan is kvalifikáltunk. Én lehet lejátszom a maradék meccseket, mert hogy kell igazából az objektívekhez. Viszont a lényeg az ennyi volt, úgyhogy ezek lesznek a videóban. Na, hát igazából 6 győzelemig jutottam, egy meccs még vissza volt, de annak nem volt értelme, hogy lejátsszuk, úgyhogy 2 megapack, meg 1 rare gold pack
a jutalmunk, túl sokra nem vittem, de hát mindegy, ez van. Ha minden igaz, akkor még kettőt kell nyerjek ahhoz, hogy meglegyen a 4000 XP, de az még nem lesz elég a 20-as szinthez, úgyhogy ez a 15 lejátszott meccs is kell, sajnálatos módon. Na mindegy, hát ez van, viszont akkor nyissuk is ki gyönyörű szépen ezeket a csomagokat. Rare Gold Pack-kel kezdünk. Azt mondja, hogy semmi nem lesz benne. Fabian, csodálatos. És akkor kettő darab Mega Pack. Hát ez nem nagyon szokta adni eddig, de hát ez ilyen lesz. Megint csak egy semmi. És akkor az utolsó Mega Packünk, ami pedig ad nekünk egy... senkit. Az baj. Na mindegy, ez ilyen. Arra gondoltam, hogy a csapaton egy kicsit erősíthetnénk, egy nagyon picit csak, tényleg. Vieirával annyira nem vagyok elégedett, megmondom őszintén, úgyhogy az ő helyére szerintem egy Bruno Guimarest megpróbálunk. Vagy lehet, hogy amúgy egy Palinját behozok, hogyha ő tud játszani CM-et. Akkor lehet, hogy kipróbáljuk a jó kis Palinjánkat, vele még úgyse játszottam. Igazából egy ilyennel. Egy jó kis katalisztal, gyönyörű szépen Palinja. Megnézzük, aztán ha nem jó, akkor Vieira visszajön a csapatba. Ja, hát azért egy fokkal jobb nála a Palinja szerintem. Tényleg egyedül csak a sebességében nem jobb, de hát ezt meg most egy kicsit megpróbáltuk orvosolni. Úgyhogy igazából én azt mondom, hogy belekezdek a Footchamps-be, megnézzük, hogy milyen rewardok vannak, de igazából semmi értelmes. IFL, illetve mi az a BL? Mi a Bundesliga, mi? Ó, oh, az úgy kifejezetten amúgy nem érdekel, úgyhogy elég lesz a kettő győzelem. Bár, mit tudom én, meglátjuk. Majd ahogy jön. Okés, nyomjuk. Jó, hogy nem tudjuk nyomni, mert hogy még... Jó, hát akkor egyszer ez így ennyi. Aztán akkor majd este jön a Bundesliga toccos kis Champions, viszont addig hát le kéne játszani azt a pár mérkőzést, hogy meglegyen a 20-as szintünk, úgyhogy azt fogom nyomni. Na srácok, elkészültünk ezzel a csodálatos 20-as szinttel, és ki fogjuk választani a kis rewardunkat. Szerintem egyértelműen a player pick lesz. Nagyon jókat láttam belőle, reméljük, hogy nekünk is jót fog adni, de Saïd semmiképpen nem választottam volna. 25-84 pluszos, meg tök jó hangzik, hogy 25 van benne, de ki tudja, hogy mit ad. Ez garantáltan ad egy 90 pluszos Team of the Season kártyát. Úgyhogy, ja, nézzük a dolgokat. Létszi valami jót adják, kérlek! Sony. Ez egy Sony lesz mindenféleképpen szerintem. Tud csatárt játszani, left midet. Tyuhú! Koman is jó egyébként, nagyon jó kis kártya, de messze, messze jobb szerintem a Sonaldo. Úgyhogy léci, gyere a csapatba. Szerintem igazából egyből be is tud kerülni akár a kezdőbe, mert hogy a Mitomának a helyére berakhatjuk. Bár a Mitoma is nagyon jó, 27 meccsen, 15 gól, 17 gól passz. Á, nem tudom, na mindegy, berakjuk szerintem egyszer. Kipróbáljuk majd a Weekend League-be, aztán eldöntjük, mert hogy tud csatárt is játszani, hogyha úgy van, át tudunk állni esetleg egy két csatáros felállásra, az is egy tökéletes megoldás lehet, de jöjjön szépen ide akkor Sonaldo a kezdőbe, Mitoma pedig a pályai helyére jöjjön a padra. Adunk neki egy chemistry-t, ami igazából nem is tudom, hogy mi lenne neki a jó. Hát talán ez. Ez a hó. Ezzel így pacek a fiú. Na nézzük, hogy így mit tud. Igen. Ez így tökéletes lesz. Ez szerintem egy tökre jó player pick volt. Gyorsan meg is nézem egyébként, hogy hogy éradják az öreg Sonit. Azt mondja, hogy Son. 94-es, 518 ezer zseton jelen pillanatban. Engine-nel ajánlják leginkább, az mit fog tudni? Ja, hát mindegy, most egyszer így lesz. Aztán cső, kipróbáljuk a Weekend League-be. Na srácok, kint is van a Bundesliga Team of the Season, egészen szép kis kártyákkal amúgy. Megcsináljuk
ezt a jó kis daily upgrade-et, illetve először körülnézünk, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy a turám az objective kártya, meg egy csomó XP-t kapunk érte, meg kapunk egy Müller ikont, illetve egy jó kis doekit. Jó, illetve a szokásos tockupa, amit egészen könnyen meg lehet oldani. Jó! Na, akkor menjünk az SBC részlegre. Nézzük meg, hogy ki az új SBC. Egyszer Marco Reus, az szép mondjuk. Flash SBC, 2 darab 86 pluszos játékos. Nehogy megcsináljam. Ezt meg is csináljuk. Oké, na, ez megvan. Watkins dobtuk bele tocként, úgyse fogom soha használni valószínűleg. Ezt is egyszer ki fogjuk majd nyitni, de amit akartam eddig is csinálni, az nem volt más, mint ez a csodálatos daily login téma, utoljára, hogyha minden igaz. És akkor kész is van, 22-ször csináltuk meg egymás után, és fogunk kapni érte 5 darab 85 pluszos játékost, meg egy Team of the Season packet is, ha minden igaz. Úgyhogy egész nagy nyitások lesznek most, remélhetőleg. Nézzük is akkor. Gyönyörű szépen, kezdjük ezzel a csodás 81 pluszor 2-essel, amiben eddig még soha nem nyitottam semmi jót, de hát ez ilyen. 84-es egyébként nem rossz. Oké, és nézzük akkor ezt az 5 darab 85 pluszost. Walkout csak simán, nincsen benne Team of the Season. 88-as Ruben Dias. Oké, Manyen nem eladható. Jó, majd visszahozzuk a Companion abba. Most nem akarok semmi SBC-t megcsinálni, és akkor nézzük a 2 darab 86 pluszos léci, valami kéket. Ott is van, na nézzük az első Bundesligás toccunkat, német centerback. Egy jó Schlotterbeck 90-es. Mögötte egy Navas. Na, ez egy egész korrekt kis csomag. Schlotterbeck nem egy rossz kártya, bár mondjuk lehetne jobb is, de elfogadjuk természetesen. És akkor a TOTS csomag a következő, hogyha betölti a játék. Any of the TOTS squads. Akkor mindegyik, ami eddig volt, talán? Nem tudom. Angol, right back. Azt hittem, hogy a Trippier jön megint, de hála Istennek nem. Egy kicsit rosszabb, de mindegy, 90-es. Legyen. Én azt mondom, hogy legyen. Nem egy rossz kártya egyébként. Ez a Tavernier olyan mindenes igazából, de használni nem fogjuk. Valami SBC-ben majd jó lesz a pali szerintem. Úgyhogy ez egyszer szerintem ennyi. 10 coinos csomag. Hát nehogy. Na nézzük. Nyilván nem lesz benne semmi jó, de azért egy próbát tökre megért. És akkor még annyit szeretnék megnézni, hogy mi a helyzet a futchamps-el, hogy miket kaphatunk rewardként, mit érdemes elérni. Két győzelemért ugyanaz, mint múltkor, 6 győzelemért szintén ugyanaz, teljesen mindegy igazából, hogy ez vagy ez. 9 győzelem az rohadtul nem éri meg szerintem, és 11-et meg úgyse fogok valószínű elérni. Úgyhogy marad a 2 győzelem. Vagy a max 6. A 9-et nem szabad megcsinálni szerintem, mert ez így eléggé gagyi. 11-et meg valószínű nem fogok tudni elérni. Úgyhogy, ez ennyi. De még mindig nem lehet játszani. Ez katasztrofális. Úgyhogy maradunk a szokásos kis gyenge játékunknál. És hát ennyi. Na srácok, vége is ennek a csodálatos Weekend League-nek. Végre 2 győzelmes rewardokat fogunk kapni. Tök jó kis foderek lesznek ezek a pikkek, úgyhogy igazából bőven elégedett vagyok a dologgal. Nézzük is, azt mondja, hogy igazából tök mindegy, és Schlotterbeck menőbb, igaz, hogy megvan már kékbe is. Lényegtelen. És egy Hoffman jöjjön akkor szépen. Oké, 2 Bundesligás kártya, tök király. És akkor nézzük is a csomagokat. Csináltam még ilyen 86 pluszos cuccot is. Úgyhogy akkor nézzük a Jumbo Premium Gold Packet először.
semmi. A szokásos kis semmi, nem baj, Prime Gold Player Spec. Hoppá, Team of the Season, gyökeres. Na, 91-es kártya. Nem is rossz. Egy Donnarumma, ó, gyerekek, na ez egy komoly csomag volt. Jó. Na ezt már szeretem. Ez gyönyörű. És még van egy megapekkünk a Weekendikből. Nézzük. Ez semmi. De nem baj. Tök jót nyitottunk az előbb, úgyhogy meg is értem, hogy nincsen most szerencsénk. És akkor még kettő vagy három csomag? Három, azt hiszem. Nézzük meg egyszer ezt. Kék. Nagyon jó. Német. CM. Ó, oh, Julian Brandt. Oké. Okay. Tök jó. Tök király. Gyerekek. Jönnek ezek a Team of the Season-ök. Ez egy jó kis kártya, amúgy kicsit lassú, de amúgy nagyon jó. Tök elégedett vagyok. Jöhet akkor a 11 Bundesliga. 81 pluszos kártya, kékkel, gyönyörű, francia, striker, ó, Kolomuani, 92-es, ez is egy jó kártya. És még lehet mögötte kék, hogyha úgy van. Nincsen, de egy Cancelo, meg egy Sommer tök jó Foddernek. Ez egy nagyon jó kis kártya, ez a Kolomuani. Jó lesz majd a heti tockupába. Tökéletes. És akkor még van egy csomagunk, amiben remélhetőleg megint csak kék lesz. Nézzük. 86 pluszszor 2-es, léci. Hoppá, ott is a kék. Svájci, egy jó kis Kobel, 93-as, nem, 92-es. Gyerekek. Bombas formas. Jó, a Rüdiger, az kuka lesz. Tök jó kártyákat nyitottunk. Egyébként ez a Son, amúgy nekem nem jön be az a helyzet. Mondjuk nem játszottam vele érdemben sok mérkőzést, de nem mozog annyira jól. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa. Lehet, hogy tényleg egy engine-t kell rárakni majd. Sőt, rakok is rá egy engine-t. Hát, ha ezzel egy picit jobb lesz a fiú. Mert hogy a balansza nem az igazi. És ez érződik is. Oké, lehet, hogy ezzel ügyesebb lesz. Meglátjuk. Viszont srácok, mára igazából szerintem ennyi. Egy nap alatt kivégeztük kb. Ezt a hetet. Aztán, hogyha lesz valami még a héten, akkor a következő részben természetesen benne lesz. Vagy nem. Attól függ, hogy érek rá játszani, mert azért a legtöbb dolgot, ilyen kis SBC-ket, meg ilyeneket a telefonomon szoktam megcsinálni. Azokat meg nyilván nem veszem föl. Igyekszek minél több dolgot beletenni. Viszont ez egy tök jó kis epizód volt. Nagyon sok Team of the Season kártyát nyitottunk, megint csak. Nézzük is meg, hogy mi a helyzet amúgy. Elküldjük a klubba a Turamot. És akkor megnézzük, hogy miket nyitottunk. Itt van egy jó kis Brandt, egy jó Kolomuani, egy Kobel. Gyökeres nyitottuk még. Schlotterbeckből dupláztunk. Egy Hoffman, Doherty az Objective-ből jött. És ugye még volt egy pickünk is, ami pedig egy Son takart. Úgyhogy összességében elégedett vagyok ezzel az epizóddal, jó volt. Viszont már ennyi lett volna, srácok, ha tetszett, és még nem tettétek volna meg, akkor like, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban, addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!